Gond nélkül indult a hét a Nyírbátori Bátori István katolikus óvoda két tanítási nyelvű általános iskola és gimnáziumban. A legtöbb szülő elhozta óvodába és iskolába gyermekét. Az általános iskola első négy osztályában lényegében 100%-os volt a részvétel, csak egy gyermek maradt hatósági karantén miatt otthon. Az óvodában 70 gyermek közül 53-at vittek az intézménybe, ami 75%-os részvételi arányt jelent. A szülők a távolmaradást írásban jelezték az intézményvezetőnek. A hiányzásokra most kivételes szabály alkalmazható. Most speciális szabály is van, illetve van ugye egy EMI rendelet, a 20/2012-es, ami egyébként is szabályozza az intézményekben a hiányzásokat, de Kassler miniszter úrtól kaptunk egy határozatot, amiben kifejezetten kérte az intézményvezetőket, hogy erre figyeljenek oda. Tehát a jogszabály az, ha nem jön a gyerek, akkor nyilván hiányzás, de az intézményvezetőnek most lehetősége van ezt a hiányzást igazoltnak tekinteni, hiszen vannak olyan családok, ahol nagyszülővel élnek együtt, csak az első oltást kapták még meg, aggódnak a szülők, tehát azt gondolom, hogy ezt valóban úgy kell figyelni, vagy úgy kell kezelni, hogy azért az egészség az első, tehát azt kell figyelembe venni. Folyamatosan ügyelnek a járványügyi szabályok és protokoll betartására. Belépés előtt kötelező a testhőmérsékletmérés, a maszk használata, távolságtartás, a rendszeres fertőtlenítés is. A pedagógusok közül a legtöbben éltek az oltást nyújtott a védelemmel és lehetőséggel. Nálunk a 91 főből, akik itt dolgoznak, tehát nem csak a szerződésben lévő 40 órás munkahetesek oltatták magukat, hanem óraadóknak is volt erre lehetőségük, vagy atyáknak, akik tanítanak az intézményben. 61-en már az első oltást egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt, amikor elkezdődött az oltás, megkapták, illetve volt, aki már a másodikat is, voltak olyanok egy páran, akik nemrég estek át a fertőzésen, és még nem kaphatták meg, és azt gondolom, hogy intézményi szinten, és ezt el is mondhatom, hogy 5 kollega volt, aki nem oltatta még be magát, és egyelőre nem is gondolkozott rajta. Tehát 91 főből ez az 5 fő azt gondolom egy teljesen jól vállalható, és nyilván nekik is meg volt az indokuk arra, hogy ez miért nem történt meg. A Bátori István katolikus óvoda, két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium speciális helyzetben van, hiszen óvodás kortól egészen az érettségi vizsgáig követik a gyermekek életét. Most még csak az óvodában és általános iskola alsó tagozatán indult el a jelenléti oktatás, az érettségizőket pedig kis csoportokban készítik fel az írásbeli vizsgákra.